Dobar dan i unaput. Pozdravljam vas na preskonferenciji i povodom vladi Katalin dobija nervni slom, daje otkaz u banci i postaje konceptualna umetnica. To je naša zadnja predstava u sezonu i izvolite. Jóna pot kívánok, üdvözlöm Önöket a szezon utolsó sajtótájékoztatóján. A Ladik Katalin egy ideg összeomlást követően felmondja be a banktisztviselői állását és konceptuális művésznek áll című előadás. Son, tessék, izvartam. Dobar dan. Katalin doživljava nervni slom. Katalin Ladik doživljava nervni slom, daje ostavku na mesto službenice u banci i postaje konceptualna umetnica, to je naslov ove predstave. Tim naslovom ja sam hteo da podcrtam tri ključna momenta za umetničku egzistenciju, istinsku, a to je prvo da se resko kaže ne, da se odbije jedna ponuda, da se na kraju krajeva odbije karijera, da se izabere sudbina. Dakle, jedno nezadovoljstvo postojećim u svetu, ali i samim sobom. I jedna vrsta gađenja na postojećeg sebe i potreba za promenom. Jedan od načina da se izvrši ta promena i da se uđe u egzistenciju jeste umetnost, ozbiljna umetnost. I odgovornost, dakle, prema egzistenciji koja je inicirana uvek i isključivo samo kreativnošću. Dakle, u naslovu se sadrži sve to. Naravno da je ova predstava posvećena delu i ličnosti Katalin Ladik, neponovljivoj, osobitoj, isključivoj, ali ona nije biografska predstava. Ti elementi njene biografije ugrađeni su u ovu predstavu kao njen poetički, pogonski materijal. Tako da sve ove momente, ova tri ključna momenta da se kaže ne karijerizmu i karijeri, da se preduzme jedna ozbiljna akcija sa vlastitim životom, pogotovo kad ste žena, pogotovo kad ste žena samohrana majka, pogotovo kad ste u jednom muškom svetu i pod jednom ideološkom prismotrom, to nije jednostavno, ali je zapravo jedini mogući izlaz. Sve drugo je smrt koja ima oblik glumljenja života. Eto, jako mi je drago da sam ovde po treći put u ovom pozorištu i osim Centra za kulturnu dekontaminaciju, ja ne bih mogao ni jedno pozorište u Republici Srbiji nazvati svojim domom, kao što mogu to da kažem za pozorište Deže Kostolanji, čiji ansambl jako dobro poznajem, volim i ova treća naša saradnja je najbolji način da se iskaže obostrano poštovanje. Hvala. Čekajte se. Tehát a rendező úr Zlatko Pákovics szavait fordítom most le. A Ladik Katalin egy ideg összeomlást követően felmondja banktisztviselői állását és konceptuális művésznek áll. A rendező úr ezzel a címmel itt már három fontos pillanatra szerette volna rávezetni a nézőt, aki majd nézi ezt az előadást. Az egyik az, mint művész, aki olyan valamivel foglalkozik, mint egy átlagos, idézőjelben átlagos foglalkozás, mint a banktisztviselői állás, amiből egyszer csak egy monotonitásból ki szeretne törni, és ez a pillanat, amikor megtörténik a művészben, valamint a művészé válás, mint olyan, hogy mit jelent művésznek lenni, mit jelentett akkor művésznek lenni a Ladin Katalin idejében, illetve most, és mit jelent hozni egy döntést, és állni amögött, hogy én mostantól kezdve konceptuális művészé, vagy egyáltalán művészé válok, és hogy ez lesz a hivatásom, és nem csak, tehát azt szerint is élek. Továbbá azt is arra is felhívja a figyelmet, hogy ez nem egy önéletrajzi előadás, ugyanakkor nagyon sokat merít Ladik Katalin munkásságából, nagyon sok
elemét felhasználja az ő akkori performanszainak, és a most is benne van, szerepel az előadásban. Nagyon örül, hogy harmadszor itt dolgozhatott a Kosztolányi Dezső Színházban, már otthonaként tekint erre a színházra, és úgy érzi, hogy nagyon jó összhangban folyt a munka, és hogy nagyszerű előadás született. Most Katalinnak átadnám a szót. Én újra megköszönném, mert már másodszor vagyok vendége ennek a színháznak. Nem, először mond magyarul, aztán majd utána szerbül, hogy egybe tudják. És másodszor is Zlatko Pákovics rendezésében, illetve hát a közös produkció megvalósításában van részem. Ugyanis a mi munkamódszerünk, illetve az ő munkamódszere, de általában a Kosztolányi Dezső Színháznak a munkamódszere a közös alkotás. És én erre a közös alkotásra úgy tekintek, mint egy rólam szóló mitológiának a felhasználása, vagyis megalkotása. Mert hogy többféle mitológia van rólam, ez az egyik fajta mitológia, amelyben nagyon, nagyon jól, illetve sokat felhasználtunk a hangköltészetemből. Ezt örömmel és büszkén mondhatom, hogy szinte az egész zenei anyag az én hangfölvételeimből tehát áll össze, amelyet nagyon-nagyon kreatívan Kucsov Boris, mint úgymond társszerző, keveri össze, mint egy lemezlovas a hangfelvételeimet. Egyelőre ennyi. Most én mondjam szerbül, vagy te? Večna početku da se veoma radujem i čast mi je da sam već drugi put pozvana kao gost u ovo pozorište, Dežje Kostolanji, prvi put kao glumica, a sada drugi put kao koautor ili zapravo možda subjekt ili objekt ove buduće predstave. Zapravo ova predstava je jedna realizacija jedna od mitologija o Katalin Ladik, već postoji dosta takvih mitologije. Ovo je jedan vid ostvarivanja realizacije jedne mitologije koja je, mislim, ja i zapravo ona, Katalin Ladik, koja je zapravo mitologija, je samo jedan način koja dodiruje problem stvaralaštva i odluke biti i postati celim bićem stvaraoc, umetnik. I to znači da već nije samo više moja mitologija, lična mitologija, nego je to opšte pitanje i sudbonosni trenutak za svakog ko želi da postane 100% umetnik i da se posveti stvaralaštvu. Da li sam još nešto rekla? To je to. Jo, da, i veoma sam ponosna i zahvaljujem što u cijeloj predstavi se koristi moj autorski zvuk, zapravo moja fonična poezija snimljena, znači te snimke već postojale i sve se to koristi, znači skoro sam zvučni materijal je moje delo, zapravo sakupljene su fonične, te snimci fonične poezije koje vrlo vešto upotrebljava Kučov Boris, koji funkcioniše tamo kao disc jockey u jednoj, eto, jednoj, kako se kaže, buli. Žurci. Da. Kako se kaže? Žurci. Da, jednoj žurci, da. I gledam na to kao jedan vid ostvarivanja jednog problema stvaralaštva umetnika, ne samo mog, nego uopšte stvaralaštva. Hvala.
Nem értettem, tessék. Az elhatározás fontosságáról, hogy elmondanám. Aha, jó. De nézem, obrátil a pázsi, nézem rekla na srpskom, de je... Magyarul. Jó, magyarul mondjam? Igen. Jó? Aha, na magyarskom nézem rekla. Tehát arról van szó, hogy a legfontosabb döntést, az rettentő kínnal jár, és áldozattal. Én 20 éves koromban, azt nem mondtam persze szerbül, hoztam ezt a döntést, és a döntésnek a fájdalmát és a belső küzdelméről szól ez a darab, de nem csak az én személyes döntésemről, de azt hiszem, hogy ez másra is vonatkozik. De a döntés az a legfontosabb az életben, hogy most az ember egy komfortos élet mellett hobbi művészként él, vagy pedig teljes 100%-osan egy alkotóművész életét éli. Mint ahogy Katalin említette, én zenei felelős is lettem ennek az előadásnak, és fontosnak tartom elmondani, hogy ehhez is úgy jutottunk el, mint ahogy általában szoktunk dolgozni, hogy improvizáltunk, performanszokat csináltunk, és ezekből a kis performanszokból, etüdökből hoztunk létre egy egészet, és eközben borzasztó izgalmas volt megismerkedni mélyrehatóan Katalin munkásságával, átszűrni magunkon, és egy saját meglátásban újra színpadra vinni, vagy akár rekonstruálni, vagy nem lehet azt mondani, hogy utánozni, mivel Katalin utánozhatatlan, így aztán minden olyan jellegű próbálkozásunk, amikor megpróbáltunk az ő munkásságát úgymond lemásolni, az nem nagyon működött, így hát egy saját performance-ot hoztunk létre a rendező vezetésével. És azt gondolom, hogy ez, amit a Katalin is mondott, hogy nagyon fontos az, hogy ez nem csak egy bizonyos nosztalgia egy időről, amikor valami történt, hanem izgalmas, hogy mennyi párhuzam van az akkori társadalmi helyzet, az akkori viszonyok között, mint amilyen a mostani rendszerünkben. Szóval az előadás kritikus is, ugyanakkor izgalmas, szép költői képek vannak benne, és nagyon szuggesztív, és egyben provokatív is. Da kažem na srpskom, jako je bilo zanimivo se baviti sa performansima Katalinovih i što je ona bila tu cijelo vrijeme na probama i gledala i dodavala njeno mišljenje o tome kako mi radimo. Mi smo radili slično kao inače, radili smo male performanse tokom proba. Pokušavali smo nekako da rekonstruišemo njene tadašnje radove, ali smo brzo shvatili da ona ne može da se imitira to što je ona radila. Ako mi radimo, već nije isto i postaje ponekad čak i smešno i onda nismo ni posle izvestog vremena to pokušavali, nego nekako kroz naše mišljenje u vodnji rediteja i sa Katalinom nekako samostalne neke svoje performanse da napravimo i onda se posle nastao tekst koji je Zlatko napisao nama za te performanse i to se sve fiksiralo i nastala jedan samostalni rad, jedan veliki performans od tih malih koji ja mislim da je zanimljivo kako je nije nostalgična predstava ili o nekom vremenu ne priča, ne gleda unazad nego baš naprotiv gleda unaprijed i interesantno je koliko sličnosti ima u društvu tadašnjem, u relacijama tadašnjima sa sadašnjim vremenom i kako to zapravo ovu predstavu čini i provokativ i zanimljivu i poetski veoma lepu i nadam se da će publika uživati u njoj. Hvala. Jó napot, hát én egy kicsit rövidebb leszek. Tehát azt gondolom, hogy a kollégák már elég sok mindent elmondtak az előadásról, ezért én inkább beszélnék arról, hogy most milyen érzés, tehát hogy nagy megtiszteltetés ismét Katalinnal együtt dolgozni, és ez mindig egy nagy művészi inspirációt és motivációt ad ahhoz, hogy az ember tovább lépjen, vagy legalábbis megpróbáljon önmagán tovább lépni, valamint fontos megemlíteni, azt gondolom, hogy ugye a színházunk egy igen komoly mérföldkőhöz
ért, ugyanis ugye nyilván nem titok, de igazgatóváltás történt, és ugye két új tagot is köszönthetünk, vagy majd két új taggal is megismerkedhet a nagy érdemű, ugye a színpadon, és nagyon-nagyon örültem ennek, és nagyon egy izgalmas és nehéz feladat volt, ugye újra megismerkedni ezekkel az emberekkel a színpadon, hiszen már ugye az akadémián már találkoztunk ilyen-olyan formában, és nagyon remélem, hogy a jövőben is folytatni tudjuk azt, amit itt a Kosztolányi Dezső Színházban elértünk, és hogy jobbnál jobb előadásokat fogunk majd csinálni, készíteni. Anna. Igen, egyébként a két új tag Ágyas Ádám és Hodik Annabella. Hát akkor megpróbálom szerből, próbáljátok szedni a Srpskom. Nyako je velika čast da opet možemo da radimo sa Katalinom i jako je inspirativno i jako mi je drago što smo se još više upoznali. I što se tiče pozorišta, ja bih više pričao o tome, pošto, kako znate, imamo nove članove, imamo novi direktor i to je veoma ozbiljan stvar. I nadam se da ćemo, isto kao do sad, praviti predstave, bolje i bolje predstave i da to neće se promijenuti i jedva čekam da radimo više. Hvala. A Bubos Dávid kollégám most elmondta, hogy mekkora megtiszteltetés tényleg újra dolgozni a Katalinnal. Számomra az egyik legizgalmasabb az, hogy 80 évesen valaki gyorsabban tanulja a szöveget, mint én. Előbb van itt a próbán. Csak most késtem. És olyan alázattal dolgozik, és alkot, és adja át valahogy a stafétát, hogy nem tudom, remélem, hogy tudunk tőle tanulni, és egyszer mi is ilyen szinten fogjuk tudni átadni a stafétát. Pa, meni jako drago da opet radimo sa Katalinom, koja ima 80 godina i brže nauči tekst nego ja. Tu je pred probe svaki put 10 ili 15 minuta, daje sve od nje i daje nam nešto da idemo i mi dalje i ne znam, verujem da jednom ćemo i mi tako znati predati nekome ovo štafetu, da. Köszönöm, hvala. Ja imam pitanje, ja ću postaviti na srpskom, pa to govoriti na bilo kom jeziku, ne znam jedno. Već u naslovu ima reči o nervnom slovu. Na ovo papiru vidim da vam je konsultant u predstavi bio uvaženi naš doktor Šavi Zoltan, psihijatar, pa ako biste mogli malo pričati o saradnji sa njim. S kim? To moraš ti, to ti ili ja. To mora Boris. Ja? Ne, vi niste bili tu kad smo radili. Prvo, ja nisam imala nervni slom. To je upitno. To je upitno. To je upitno. Postoje različite manifestacije nervnog sloma i u tome je zapravo stvar. Nervni slom je kao ponornica, može se pojaviti u određenom trenutku, može ostati ispod površine, ali zapravo napraviti čitavu atmosferu, ali sam prekid sa jednom karijerom mora biti na ivici nervnog sloma, bez obzira kako se on manifestuje, ali sam način i sama odluka da se prekine sa ustaljenim načinom života jeste vrsta neminovnog nervnog sloma. U predistoriji ove predstave je razgovor sa glumcima bez Katalin Ladik. Dakle, mi smo pravili jednu pripremu pre nego što je Katalin Ladik došla i pridružila nam se. I u toj pripremi radili smo i sa doktorom Šabijem. Upravo na tome pričali smo, pitali smo šta je, kakve su manifestacije i tako dalje nervnog sloma. Ono što je bitno za ovu predstavu i što je bitno uopšte za umetnost jeste da svaki performans, dakle i svaka pozorišna predstava, valja onoliko koliko
ukazuje na to da je društvo na ivici nervnog sloma i da ukaže upravo na te manifestacije zašto je društvo na ivici nervnog sloma. Mi smo vidjeli, mi znamo, mi smo potreseni, mi smo ranjeni ovim svim što se dogodilo početkom maja mjeseca u beogradskim školama. I to govori također da se nalazimo u dubokoj nervnoj krizi kao društvo, što smo mi i predosećali. Predstava, dakle, mora napipati, mora o tome govoriti i mora govoriti, zapravo mora biti nekakav prozor u budućnost. Tako da ovo što ćete gledati, dakle, nije, neko je već lepo rekao, nije nostalgično i nije nikakvo zazivanje prošlosti, nije nikakav obračun s prošlošću i nije nikakva rekonstrukcija prošlosti, nego govorimo isključivo o sadašnjosti i o budućnosti i o vremenu za nekih 99 godina. A sadašnjost, dakle, Katalin Ladik je, i to je ključno za ovu predstavu, u ovoj predstavi delatna umetnica i ona ovog trenutka, kad gledate predstavu, u njoj kreira. To je suština. Dakle, da ni ona sama ne ponavlja ono što je već uradila, nego ima jednu drugu mogućnost da učini nešto, no, to je to. Dakle, nervni slom nije nešto tako čudno i nije nešto, i mi smo vrlo često, to smo saznali u razgovoru sa doktorom Šagijem, vrlo često smo mi zapravo izloženi toj mogućnosti da budemo obuhvaćeni ili da padnemo u taj ponor nervnog sloma, a šta su mostovi da se on prevaziđe, to je pitanje. Od jednog divnog razgovora sa ljudima u okruženju, što je najvažnije, kako nam je rekao doktor Šagi, do umetničkog dela. Eto. Mogu reći ipak nešto što je u predstavi. Imam jednu solo numeru koja potiče još iz 70-ih godina. Ja sam tada izvela foničnu poeziju, tada sam zapravo počela javno da izvodim moju foničnu poeziju. I jedan mali deo, repertoar, jednu solo numeru smo ipak uključili, usadili u predstavu. Znači, ne kao nostalgija, nego baš kao zvučni i performativni jedan dokument o vremenu kada sam ja to radila. Znači, ja sam to radila 70-ih godina. I ponekad i danas radim, tako ću i u ovoj predstavi uraditi ono što sam 70-ih godina radila. Ja? Ja, da. Ako nema pitanja, hvala lijepo, Kristijane Stefane. Hvala, Kristijane.